azt látom, hogy mindenhol ezzel a tudatosodással kezdődik. Én azt mondom, ezzel ellentétben ő picit, hogy de mindennel egyetértek majdnem, amit elhangzott, hogy én nem bízom a kistermelőktől vásárolt élelmiszerbe jobban, mint mondjuk abba, ami a multinak a polcain van. Köszöntöm a kedves nézőket! Akik rendszeresen nézik a Chill Zone-t, azok tudják, hogy ebben a műsorban szívesen foglalkozunk a jövővel, így lesz ez ma is, de ahhoz, hogy megértsük a jövőt, a jelent is ismernünk kell. Hogy miről beszélgetünk ma? Fenntartható fejlődés, biztosan hallották már ezt a gondolatot. És úgy vajon, hogy fenntartható visszafejlődés, milyen furcsán hangzik? Hát erről beszélgetünk ma is, hogy kikkel. Itt van a stúdióban az a fiatal ember, akihez ez a szó összetétel kapcsolódik, illetve az ehhez kapcsolódó YouTube csatorna is. Sipos Mihály, köszöntelek a stúdióban. Illetve hát itt vannak a beszélgetőtársak, akiket már ismernek. Sziasztok, Feri, Tibi, örülök, hogy itt vagytok. Fenntartható visszafejlődés, ugye ez az önellátásról szól igazából. Sok mindenről beszélgethetnénk, hogy aki ismer téged, követi a csatornádat, akkor tudja, hogy az egészséges táplálkozás, a GMO-mentesség, a fejlődés, a tanyasi élet, az önellátás, és még annyi mindent mondhatnék, de mondjuk ez egy ilyen nagy csomag, tehát most ebből kéne nekünk csemegézni. Én azt gondolom, hogy ha én azt mondtam, hogy a jövőről kell beszélnünk, akkor egy picikét a jelenről is, akkor kezdjük azzal, hogy vázolt föl nekünk, hogy mi a meglátásod, milyen jelent élünk, és ebből milyen jövő vár ránk, aztán majd mi beleszólunk, vagy egyetértünk, vagy sem. Szóval, hogy állunk most? Nagyon jó szőszetétel, ami a jelent illeti, hogy a bőség nyomora, ami ma meghatározza szerintem az embereknek az életét itt ebbe a fejlett civilizációban. Szerintem soha nem volt ilyen jó a világon élni, soha nem volt ilyen könnyű élni. Ebből következően soha nem volt ennyire elpuhult és kényelem oltárán feláldozott generáció, mint amik mondjuk ma vannak, vagy ahogy ma élünk itt mondjuk Európában. Ez mióta tart? 5 éve, 10 éve? Mert most 50 évre visszamegyünk, ha már én a tanyasi, a falusi életet említettem, azért mondjuk 50 éve, 70 éve ezek még léteztek. Igen, hogyha a fenntartható visszafejlődés talál erre a kérdésre a válasz, ami onnan jött, hogy a fenntartható fejlődést mindenki ismeri, és hogyha megnézzük itt az utóbbi 100-150 évet, akár az ipari forradalomtól megvizsgáljuk az időket, akkor látjuk azt, hogy egy hatalmas technológiai fejlődés egy sokkal hatalmasabb digitális fejlődés követett, és én megkockáztatom, sőt biztos vagyok benne, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia ipari forradalmának a küszöbén vagyunk. Tehát hatalmas változások történnek a világban, olyan változások, amit 200 éve mondjuk elképzelni sem tudtak, akár mondjuk elindulva a benzinmotortól, eljutva a AI-ig, ugye ehhez a mesterséges intelligenciáig. És azt látom, ezt mi fejlődésnek hazudjuk. Végül is lehet, hogy ez egy fejlődés, de hogy ebben a fejlődésben az ember az valójában fejlődötte, ez ami a kérdést nálam föltette, és felteszi a mai napig az ember, az én hitem szerint test, lélek és szellem, úgy, ahogy ugye a Biblia leírja, ez a hármas egység, amiből az ember áll, és akkor tételesen megvizsgáltam, hogy ebben az időszakban, mondjuk az ipari forradalom óta fejlődött az ember testileg. Azt gondolom, hogy nem, mert mondjuk a honfoglaló eleink, mondjuk Kassai Lajost azt tudjuk elképzelni, barátságba kerültünk itt néhány évvel ezelőtt, egy lovas íjász azért testileg sokkal fejlettebb mondjuk, mint mi, de még azt gondolom, hogy 1000 évvel ezelőtt meg még fejlettebb volt, még szívósabb, és többet tudott mondjuk lóháton tölteni, mint mondjuk talán ma ebbe a sportba a legjobbak. Tehát én azt látom, hogy ebbe a hatalmas fejlődésben az ember testileg nem fejlődött. Fejlődtünk-e lelkileg? Nemrégiben Szolnokra jöttem előadást tartani, és akkor hallgattam a rádiót az autóba, és pszichológusokról beszéltek. Klímagyász feldolgozó. Ilyenekre van már szükségünk ahhoz, hogy szinten tudjunk maradni, és be tudjunk menni áramműszakba, a gyárba dolgozni, mert lelkileg rottyon vagyunk. Ugye ez úgy általában a társadalom, és most itt ebbe a klímagyászba kapaszkodtam bele,
de természetesen senkit nem szeretnék megbántani, akinek ilyen problémái vannak a mindennapokban, csak azt gondolom, hogy ez az új kornak a terméke. Nem volt klímagyász is, és akkor meg a szellemi dolgok, nem akarom sokáig húzni a választ, hát szellemileg a béka segge alatt vagyunk ebben, 100%-ig biztos vagyok, hogy az ember, ki lehet mondani, hogy ebben a hatalmas fejlődésben, mely most ugye a digitalizáció fejlődésén át a mesterséges intelligencia forradalmához vezet, ebbe az ember sem testileg, sem lelkileg, sem szellemileg nem fejlődött. Nem tudom, mennyire ismeritek a Wall-E című filmet, ez egy rajzfilm, régi rajzfilm, nagyon jól megmutatja azt a jövőt, amiről azt gondoltuk néhány évvel ezelőtt, vagy amikor a rajzfilm megszületett, hogy hát ilyen nem lesz, és most, hogy a mesterséges intelligenciát említetted, azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag a kapujában állunk, arról szól a film, hogy szemét kupac van már csak a Földön, néhány robot, ez a kis Wall-E, egy robotka járja a Földet, és az a dolga, hogy a szemetet szedje össze, talál egy picike kis egy darab virágot, erre épül fel a történet, és mutatja az embereket, akik fönt élnek az űrhajókon, eltunyulva, 150 meg 200 kiló alatt nem létezik ember, gyakorlatilag ülnek a székben, robotok, mesterséges intelligencia, gépek, azok, akik oda mennek, fölemelik a kezüket, ráhúzzák az inget, tehát az öltöztetést, az etetést, mindent robotok végeznek el. Tehát tulajdonképpen én, és nem akarok a mesterséges intelligenciával én tovább foglalkozni, illetve lehet, de hogy azt veszem ki a szavaidból, hogy tulajdonképpen akár ipari forradalom, akár most mesterséges intelligencia forradalom, ez jól hangzik, jövőbe mutató, de ez a jövő nem biztos, hogy egy fölfelé ívelő út. Jól látom? Vagy ti mit gondoltak? Vagy... Hát minden mesterséges intelligenciához kell egy természetes intelligencia, úgy gondolom, és nyilván a természetes intelligencia hozta létre a mesterséges intelligenciát is. Tehát, hogy én ezt azért ennyire nem fetisizálnám, az ipari forradalom hanyadik század, 300-a zajlik, vagy 4 nagyjából, mindig voltak, akár mondhatjuk így is, vadhajtások, ebből a történetből, de aztán az emberiség, az emberi társadalom kihozott valami középutat. Én legalábbis így látom. A kényelemmel egyetértek egyébként, ehhez lehet, hogy mondtam is már ebben az adásban, Szajla társadalmáról írt egy nagyon jó regényt, háromrészes regényt, Oravec Imre, aki ott élő regényíró, egy kivándorlásos történet is van benne, de alapvetően Szajlával foglalkozik, a 19. és a 20. század közötti családtörténetet írta le, és abból tulajdonképpen bőven átjön, hogy amíg a család első kötetében halálra dolgozott és megtermelt, amit megtermelt, a 20. századi Amerikából visszatérő családtag ugye ott látott modernizációs termékeket hozott be Szajlára, és akkor csodájára jártak. Tehát ez tulajdonképpen egy minta. Én azt gondolom, hogy ebben a mostani korszakban valahol a személyiségközpontú világot éljük, és ebben a történetben látom én nagyon fontosnak ezt a fenntarthatóságot. Családi, magán, közösségi oldalról szerintem nagy változások kellenek ahhoz, hogy ne teljesen ebbe az individuális irányba menjünk el. Hát én örülök ennek a beszélgetésnek, és azt köszönjem meg, hogy Dia Robert helyén ülhetek itt a nézőknek, és megígérem, Robi, hogyha nézed a műsort, igyekszem felnőni hozzád. Visszatérve a komolyra fordítva szót, annyit szeretnék nagyon fontos hozzátenni, hogy a fejlődésen nem akarom elvinni a beszélgetést, hogy ezen vitatkozzunk, de ez valóban egy jó gondolat, hogy most ez valóban volt-e fejlődés, mert mit hívunk fejlődésnek? A modernizációt, az, hogy lecseréljük a jól működő régi gépeinket rosszul, rövidebb ideig működő újabb tömegtermékekre, tehát ezen el lehet polarizálni. Abban nagy maximálisan egyetértek, hogy az emberi test és az emberi szellemnek a süllyedését éljük meg, de ezt én mindig úgy szoktam, és nem akarok kontaó hívő lenni, hogy ezt bizonyos gazdasági üzleti körök a világban generálják. Mert az az életmód, amit korábban éltek több száz, akár az ipari forradalom párhuzamában egyébként, amikor a gőzgéptől kezdve
mondjuk 50-es évekig, mondjuk ha meghúzzuk ezt, mondjuk Magyarországon a 70-es évekig, az őseink, tehát szüleink, nagyszüleink, akkor az abban benne, tehát az élelmiszertermelés, annak megvoltak a klasszikus módjai. Azok nagyon picit fejlődtek. És amikor ezt elkezdtük a génmódosítással, meg a robotizációval, meg a tömegtermeléssel leváltani, és elhitetjük az embereknek, hogy azért vedd meg azt az élelmiszert, mert olcsó, az embereket meg elbutítjuk párhuzamosan azért, hogy hidd el azt, hogy az olcsóbb az neked jó, mert akkor több marad a költése, a szórakozása az individuumra, vagy bármire. Egyébként az egészségedet lerombolod. Tehát ha megnézzük a szülei, nagyszüleinknek az egészségét, a mi egészségünkkel, vagy a gyerekeink egészségével összehasonlítjuk, akik sokkal több természetes, saját maguk előállított élelmiszert fogyasztottak, hosszabb ideig betegségmentesen éltek, és egy ma 45-50-es ember sokkal több olyan érrendszeri problémával, sok minden rendelkezik, mert a spórolt, úgymond olcsó tömegélelmiszereket fogyasztja, és ez még hozzákapcsolnám azt a gondolatot, hogy a pénznek, tehát a munka értéke, az ember élő munka értékét szándékosan hagytuk devalválni. Az azt jelenti, hogy az, hogy valaki előállít, én előállítok egy kiló mézet, és amikor engem azzal sértenek, hogy hát milyen drágán adom, 3 éve nem emelem a méznek az árát, de soha senki nem nézte azt meg, hogy mennyi munkával telik egy igazi minőségi élelmiszert előállítani, és nem csak a méz, de a sajtkészítésről, ha beszélünk, vagy azokról, amiből igaziból benne vannak azok a természetes anyagok, ami szükség van a szervezetünknek. És akkor hajlamosak vagyunk egy olcsó sajtra lecserélni a minőségi sajtot, már évek, mert hogy nincs rá pénzünk, és ugye egzisztenciális szorongásba taszítottak minket meg a butításba, és ezáltal egyébként nem éri meg majd megvenni ezt az olcsó élelmiszert, mert a életünk vége felé egyre betegebbek leszünk, egyre több olyan civilizációs élelmiszeres betegségeket kapunk, anyagcsere problémákat, erről nagyon sokat beszéltünk. Tehát a fejlődést így egyetértek abszolút nem tudjuk le. Tehát nem tudjuk azt mondani, és a mesterséges intelligenciát is, ahogy létrehozza egy természetes intelligencia, a mesterséges intelligenciát nem tanítják meg ezekre a több száz vagy ezer éves emberi értékekre, emberi tudásra, hogy mitől jobb az a tej, amit legel az a jószág, mint amit mondjuk a tejüzemből veszünk meg, vagy mondjuk a húsnál például. Tehát kitalálják itt a sötét zöldek, ugye, hogy a szarvasmarhatartás mekkora kárt okoz egyébként a földnek, ami egyébként hazugság, mert egyébként az ipari üzemek is, meg a globális kereskedelem sokkal nagyobb kárt okoz. Tehát ezzel lehet vitatkozni, de viszont én itt abban érzem a felelősségét a modern államoknak, vagy a nyugat-európai államoknak, de akár az ázsiaiakat is, ha mondjuk, hogy az állam fenntartása érdekében kitaláljuk ezt a fogyasztói társadalmat, hogy minél több adóval eltartsuk az államot, aki egyébként a multiknak a vállán tartja magát, és akkor hagyja, hogy a népességét vagy a lakosságát szándékosan mérgezzék, butítsák. És ebben benne van minden olyan szegmens, a médiától kezdve, a kommunikációk, minden, nem akarom hosszú húzni. Tehát én azt gondolom, hogy itt az a felismerés, egyéni felismerés, meg közösségi felismerés kellene, hogy igenis lehet, hogy drágább az a füstölt szalonna, most mondtam valamit, de hogyha 80 éves koráig nagyapámnak nem lett baj a füstölt szalonna fogyasztásától a hagymával, akkor nem kell megvenni a bacon szalonnát mondjuk a multiban, én azt gondolom, hanem lehet a piacon meg lehet ezt fogyasztani. Felismerés az egy jó szó, és mit gondolsz, neked mi a tapasztalatod? Felismerik ezt már az emberek? Tudatosak, már kezdünk tudatosak lenni? Vagy pedig a vesztünkbe rohanunk? Az úton való elindulás mindenféleképpen a tudatosodással kezdődik, ez pedig a felismeréssel, hogy felismerem azt, hogy minek például a parasztkolbászba szója, ja. Vagy miért nem tudok mondjuk olyan terméket venni, vagy még akár olyan takarmányt, amiben nincsen mondjuk genetikailag módosított szervezet. Miért nem tudok ma olyan csokoládét venni, amikor bemegyek a multiba, amiben nem GMO szója van, mert nem miért tudok ilyet nem venni. És hogyha már ez felmerül, hogy miért nem tudok venni, és miért kell bele a szója, miért kell bele a GMO, akkor megindul az ember a tudatosodás útján, és onnan szépen lassan a bevásárlóközpontba kezdődik a címkék olvasgatása során. Én nagyon bízom benne, hogy lassan, de eljut odáig, hogy ő maga termelje meg saját magának az élelmiszert, ugyanis a mi mozgalmunk, ami mára egy kontinenseken átívelő mozgalom lett, hiszen fenntartható visszafejlődés közösségéről beszélhetünk az USA-ba, beszélhetünk Ausztráliába, és szépen alakul most egy afrikai csapatunk is, de nem akarom elkiabálni, és azt látom, hogy mindenhol ezzel a tudatosodással kezdődik. Én azt mondom, ezzel ellentétben ő picit, hogy de mindennel egyetértek majdnem, amit elhangzott,
hogy én nem bízom a kistermelőktől vásárolt élelmiszerbe jobban, mint mondjuk abba, ami a multinak a polcain van. És most kimondottan nem a méhészeti termékekre gondolok, hanem gondolok mondjuk a csirkehúsra, vagy gondolok mondjuk az ott lévő almára, vagy fokhagymára. A multit halálra ellenőrzik, és hogyha abba mondjuk vegyszermaradvány, vagy ilyen van, akkor nyilván őt megbüntetik, és van egy élelmiszer visszahívás akció. Viszont a Marika nénit a piacon, aki még mondjuk a DDT-t szórja otthon a kertbe, és őstermelőnek néz ki, és mondjuk az is, mert tényleg termel valamit, vagy mondjuk nem etett a csirkéivel befejező tápot, és esetleg hozamfokozókat, még antibiotikumot, ilyen olyanokat tesz mondjuk a sertéseknek a takarmányába, és kistermelőként árulja a parasztkolbászt, abban mondjuk tényleg nincs genetikailag módosított szervezet, de ez se igaz, mert ugyanúgy GMO takarmányt etett, csak őt nem ellenőrzi ma senki. Hagyj vitatkozzak, mint érintett. Szerintem itt Marikainek nem éri meg a DDT-t megvenni, mert nem is tudja, mert egyébként kitiltották már sem réges-régen a vegyszerboltokból. Marikainek, ha nincsen mezőgazdasági technikus és zöldkönyve, nem tud vegyszert vásárolni. Az Unió olyan szinten el lehetetlenít kicsiket, egyébként ezt nem mondják ki, mert mindig fenntartható, meg a helyi gazdaságok erősítéséről beszél az Unió. Egyébként afelé megy, hogy az uniós konzenné válik, és mindenki Dél-Amerikából, Ázsiából behordott szemetet eszik, mert az Európában előállított jó minőségű kapával növényvédett kukoricát sokkal nehezebb és drágább előállítani, és ezt alig csinálja már valaki. Tehát én olyan elsegítelek, kis településre származom, ahol még az én gyerekkoromban csinálták több százan, több száz család ebből élt, hagymáztunk, különböző zöldségeket, egyebeket termelt a Jászkis Jelről beszélek egyébként, a település. Ma már ott is elhozzák a dán, a helyi hentes hozza a dán hűtőházból a félsertést, akkor hordanak mindenfélét befelé, ugyanúgy a mexikói zöldséget teszi meg, a spanyol és a afrikai zöldséget, mint a nagyvárosi szolnoki ember egyébként, mert már az emberek lusták megfüggelni a kertjüket, nem kapálják meg, tehát az ilyen szektaszerű fenntartott visszafejlődésben nem hiszek. Én abban hiszek egyébként, hogyha az embereket sokkolni kellene, mert azt ma majd nem sokan tudják, hogy a szójás felvágottakkal tömkelegében 90%-a tele vannak a boltok, és a GMO-s szója, amit egyébként Dél-Amerikában hordnak ide be, az mérgező. És olyan molekuláláncokat hoz létre a szervezetünkbe, ami különböző betegségeket okoz egyébként nálunk. Tehát Marikainek, hogy védjem meg azt a néhány elvetemült, jó értelemben őstermelőt, nincs ideje neki és pénze sem megfizetni ezeket a dolgokat, tehát nem lesz hozamfokozó. Ellenben a nagyüzemi tehenészetben, a nagyüzemi sertéstartásban, hogyha csak az oligarchákra gondolok, ott kőkeményen tolják egyébként a Ukrajnába behozott GMO-s takarmányokat. A magyarországi szabályozás még egyelőre az biztosítja, hogyha valaki klasszikus gazdasági takarmányt tud vásárolni baromfinak sertésnek, hozzájut a GMO-mentes magyar takarmány. Ez még sajnos, szerencsére így van, sajnos ezt nem szeretnék a multik egyébként, hogy ez így maradjon. Ez persze jól hangzik, csak sajnos nem így van, mert menjünk be, itt üljünk be az autóba, miután ennek a felvételnek vége, álljunk meg az első takarmánykereskedésnél, annál a takarmánykereskedésnél, ami teljesen mindegy most, hogy milyen márkában van, és nézzük meg azt, hogy mondjuk az ő indító, nevelő vagy befejező baromfitápjaiban mi van. Nézzük meg, hogy genetikailag módosításmentes-e, mert nem az. Nézzük meg azt, hogy miért kell mondjuk a sertésnek a befejező. És kérdezzük meg utána a Marika nénit, én rengeteg ilyen Marika nénit ismerek, aki azt látja, hogyha befejezőt etett akár broiler csirkével, amit ugyanúgy mondjuk nem 42 naposan kerül a vágásra, mint mondjuk egy ipari, hanem 50 naposan, de lehet, hogy csak 45 a Marika néni tanyasi csirkém, úgyhogy most Marika néniztünk. De azt látja, hogyha befejezőt etetek, akkor az elhullik azaz át az utolsó héten, és akkor hújján befejezőt nem szabad etetni, hát az nem jó. Hát persze, mert abban már nincsen benne a nem megfelelő tartást egyensúlyozó mindenféle. De egy történetet még hadd mondjak el, hogy a növényekről is szó legyen. Az első könyvembe bele is írtam ezt a történetet, és akkor ebből utána egy botrány lett. Mondhatnám a mangalicatenyésztőt is, de már nagyon sok helyen elmondtam. Elmegyek még tanárként megnézni egy kertészetet, egy kistermelői családi kertészetet, ahol öt hatalmas fólia van, a legmodernebb fóliák, és ők ezekben a fóliákban paprikát állítanak elő, és ezt a paprikát kis piacokon értékesítik, Budapest környéki piacokon. Ez egy családi vállalkozás, a nagymamának is van egy üzlete, az édesanyának is, és a gyerekek is külön több piacon jelen vannak. És végignézem, hát kapával volt gyomítva, ez igaz, de elég szomorú, mert mindenféle forgatásos talajművelés az problémás, és így a kapálást is én
annak tartom, van is egy pólóba, amit kaptam, az van rá, hogy lánka gyökerek szántanak, de nem akartam most fölvenni a podcastra. És végig mentünk ott a fóliákon, ott dolgoztak az emberek, szedtek a piacra, és hát megdicsértem, mert illik megdicsérni, és akkor azt mondja nekem a gazda, hogy tanár úr, elfogad ebből a paprikából egy szatyorra? Hát természetesen elfogadok, hát illik elfogadni. És akkor mondta, hogy Józsikám, egy szatyorra a paprikát a tanár úrnak a utolsó fóliába hozzá, de minden fóliában ugyanaz volt. És akkor a Józsi persze nem ment az utolsó fóliáikkel, mele volt szedtek, ezek az M30-as rekeszek ki voltak rakva, vagy lett M15-ös, már most nem emlékszem melyikbe, és akkor ment, és gyorsan egy zacskót elkezdett megrakni paprikába, és éhtelen üvöltés jött a gazda részéről, hogy kiöntöd, és takarodsz az utolsó fóliába. Nekem olyan kellemetlen volt, és mondtam, hogy ne csináljon ebből problémát, hogy nekem akar adni egy zacskót, tehát teljesen mindegy, hogy mégis akkor mondta a lényeg, az rövidre zár, vagy nem. Nem, az utolsó fóliából fog tanár úr kapni, de hát mondom, mindegyik fóliában ugyanaz van. Nem, mert ott megvárjuk az élelmiszer egészségügyi várakozási időt. Hát ez szomorú, hát jelenben egyébként fel kell a névéknél jelenteni, azt gondolom. Tehát ez nem az a sztori, de hagyd mondjuk egy saját személyes példát. Édesapámat ápoltam utolsó két évében, és ugye egy paraszt ember volt, ahogy romlott az egészségállapot, egyre kevesebb jószágot tartottunk. Galambászat, mindenünk volt, ami egy falusi udvarnál, tehát a baromfitól a marháig minden volt, lovunk is csak a legvégén. És lényeg, hogy foglalt, tehát ugye legutoljára kutya, macska, galamb és baromfiak voltak, és csirkét vásároltunk, előnevet csirkét, és hagyd mondjam el, direkt megnéztem, és direkt utána kérdeztem a dolgoknak, hogy mibe kerül meg fölnevelni, olcsóbb be az a csirke. Akkor, amikor apukám utoljára tartott baromfit, 2,5 kiló búzából neveltünk föl egyenlővel csirkát. Csirkét, tehát áprilistól szeptember elég, amikor mindent ledaraboltuk egyébként. És az a klasszikus mód, ahogy a nők nevelték, hogy megeteted, kiengeded, bogarászik, szedeged, egy föl lehet ma is nevelni, csak egy baj van, hogy aznak nincs akkora melle, meg akkora húsa, meg egyebe. El kell fogadni, hogy egy olyan csirke kisebb kondícióval rendelkezik, meg kell várni, még tyúk lesz belőle, akkor kell levágni, tovább kell tartani. De az emberek ezt nem preferálják egyébként. Ugye természetesen is meg lehet nevelni, egy sertés megnő egy év alatt akkorára a gazdasági takarmányon, megeszik 5-6 mázsát belőle, de most, tehát amikor én utoljára neveltük, akkor is 63 forint volt a búza, ez volt mondjuk 2018-ban, most is 63 forint a búza egyébként, ha megnézzük, tehát most is 5 mázs a búzából föl lehet nevelni egy sertést, lehet, hogy nem lesz akkora, de vannak olyan mérnökök, állattenyésztési mérnököktől kezdve fiatal emberek, akik így tartanak egyébként jószágot tudatosan, mert az egy kifejezett vásárlói igény, hogy sertést, beszéltünk itt lisztonvágásról, vásároljunk egészséges helyről. És én is megnézem, hogy mivel eteti, megyek a gazdaságba, és úgy veszem meg a sertést, hogyha meggyőződök róla arról. És nem veszem meg a interneten azt, amit valószínűleg így, hogy te mondod, hogy valahonnan befejező táp és egyebekkel, mert nem. Tehát van még szerencsére lehetőség. Sertésnevelésnél a takarmánykeverékben lévő búza aránya 25%-nál nem lett nagyobb. De ezt nagyon jól tudták. Hát mi is háromféle a gabonába letettük, kukorica, árpa és búza. Ezt kapta a sertés, meg kapta azokat a úgymond tök hulladék, meg mindenféle egyéb háztartási zöldség hulladékot, amit egyébként normális esetben megetetnek egyébként a jószággal. Alapvetően arról beszélgetünk, hogy ha a modernitást nézzük, akkor az időfaktor is számítani kell. Na most, amíg a 19. századi szajlában ráértek az emberek tulajdonképpen, a 21. századi Szolnokon, vagy valószínűleg a 21. századi Szajlában sem érnek már rá az emberek, és mindent gyorsabban akarnak elérni. Na most ennek nyilván ára van, ez az egyik dolog. Ahogy én látom itt magunkat, hárman szemüvegesek vagyunk, tehát el tudom magam... Hárman kopaszok? Így van, el tudom magunkat képzelni a szupermarketben, amikor tekintjük az árunak a... tudom én, 4-es betűnagysággal felírt összetételét, hogy ez most jó vagy rossz. Na most oké, nekünk van hozzá esetleg mobiltelefonunk internet elérése, hogy utána nézzünk, hogy mi a helyzet. De Marika nénnek például nincsen, vagy nem valószínű, és Marika néni megveszi a szupermarketból az első olcsó élelmiszert, ami a nyugdíjához korrelál, ugye passzol. Ugye, hogyha arról beszélgetünk, hogy modernitás, akkor körülbelül 10-12 éve Jászságban is csináltunk egy felmérést erről a környezeti fenntarthatóság témakörről, és ugye akkoriban
nekem megmaradt, hogy ekkora arányban a szupermarketekből vásárolnak az emberek jásságban is. Tehát gyakorlatilag, ahol, ahogy mondtad, éppenséggel nem kellene feltétlenül, de ennek, hát ennek mégis. Oka a közös piac, tehát igazából ahogy a, tehát megváltoztatták az Európai Unió belső berendezkedését, mert a római szerződés szerint egyébként a helyi gazdáknak és a helyi termékeknek előnye volt, és ma olyan Európai Unióban élünk, ahol az import termékeknek van előnye, mindegy, hogy mivel kezelték. Tehát gondolj, most ázsiai, vagy ukrajnai, vagy dél-amerikai importokra sajnos ez van, és egyébként a napokban ugye lesz nem soká a uniós választás. Ez az, amit egyébként az emberek meg se kérdeznek egyébként a különböző aspiránsoktól, hogy hello, milyen Európai Uniót akarunk, egészséges élelmiszert, tehát skanzenben akarunk élni, gyönyörű városokban, egyébként meg idegen szemetet idehordva a világ másik végéről, egészségtelenül akarunk benne élni, mert fiatal korodban egyébként egészséges maradsz, és nem lesz időd, de hogyha valaki valóban a kertjét meg akarja művelni, abban nagyon keményen időt kell beletenni, mert idő nélkül, tehát ráfordított emberi erő nélkül nem lesz egészséges semmit sem. Na jó, itt most Marika nénit is beszéltük, a jásságot is beszéltük, a nagy globális én is multiellenes vagyok, persze. Hatalmas nagy cégeket is beszéltük, de azt gondolom, hogy akkor van egy harmadik út, és az akár a te személyed maga, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy ne Marika nénik legyünk, ne nagy gyártelepek legyünk, nagy üzemek legyünk, hanem mik legyünk. Az én olvasatom szerint az a biztonságos élelmiszer, amit magunknak termelünk meg, vagy amit saját közösségünknek termelünk meg. De Marika néni, aki megtermeli, Marika ugyan, néni nem fér bele a fenntartható. De Misi bácsinak hívnak őt Marika néninek, nem létezt, tehát mi a különbség kettőtök között? Rengeteg különbség van. Amiket mi országszerte 20 kilométerenként élelmiszer önellátó közösségeket alapítunk, és erre ezzel töltöttem az elmúlt 5 évemnek szinte minden percét. Az élelmiszer önellátó közösségben nincsen kistermelő. Azért nincsen kistermelő, 2 méhész van. Azért nincsen akik kistermelők. Azért nincsen kistermelő, mert a kistermelésnél már belép majd egy másik faktor, a profitnak a kérdése, hiszen a kistermelőnél feltételezik azt, hogy ő abból akar megélni, amit csinál. Nálunk egy picit. Tehát a kistermelő, tehát az az ember, aki kényszerből meg akar élni, és azért nem csinálják már a jásságban sem ezeket a zöldség és egyéb ilyen élelmiszertermelést, mert nem éri meg, mert devalváltuk a munkaértékét. Tehát valaki azért nem csinálja meg a kertjét, mert hiába van egy kis felesleg, a klasszikus árutermelés, hogy a felesleget kiviszem a piacra és eladom, nem fizetik meg, mert azt mondják, hogy drágán adod érte. Drága is, mert és én nem tudom előállítani sem, egyetlen egy terméket nem tudok előállítani annyira, amennyire az ma a biopiacon megkapható. A biopiacos árat mondom, nem a Tesco gazdaságos megéneket, azért az árért én nem tudok előállítani sem vajat a gazdaságomban, sem mondjuk füstölt oldalast. Azért nem tudom előállítani, mert számtalan olyan szigorú előírásunk van, mint a teljes szójamentesség, a teljes GMO-mentesség, ami az árakat mindjárt utána maximalizálni fogja, illetve még annyit hozzáteszek, hogy nálunk a talajművelés nem elfogadott. Tehát nálunk nincsen semmilyen forgatásos talajművelés, se ásás, se szántás, se kapálás. A gabona, amiből a kenyereink készülnek, hogy amiből a liszt lesz, az ilyen no-till, vagy nagyon-nagyon mintill, tehát amiben éppen egy tárcsázás van, de nem szeretem, tehát no-till, szántásmentes termő földről származik. Miért olcsó az ukrán gabona? Csak nem akarom nagyon elrúgni a pöttyöst. Azért olcsó az ukrán gabona, mert ott ezt korábban felismerték a gazdák, de én szerintem teljes Amerika felvásárolta már Ukrajnát, és az amerikai gazdák ismerték föl, és ott nincsen szántás, nincsen forgatásos talajművelés, tehát az előállítás költsége töredéke annak, mint amit mi magunkat civilizált gazdáknak mondó, egyébként földnek és teremtett világnak kizolog ártó generáció vallunk a mezőgazdaságot. Van egy film, a Mérgezett Föld, azt láttad? Ez egy magyar film. Semmilyen filmet nem szoktam megnézni. Nem ez érdemes volna, mert most nem akarom. Tehát amikor ezt mondod, hogy semmilyen, ez ilyen, nekem ilyen szektásnak tűnik egyébként ilyenkor, mert egyetértek azokkal, amiket mondasz, csak azért tekints egy kicsit ki ebben a szakmában, és a magyar agrár felsőoktatásban nagyon komoly olyan előremutató, fenntartható megoldások vannak, amit egyébként fiatal mérnökök és emberek alkalmaznak, és én is a szántás és az ilyen, de ezt most én nem jelenthetem ki, hiába, hogy paraszt gyerek vagyok, de igenis a kapálásra szüksége van egy növénynek, mert a gyom el fogja szívni tőle, és hogyan oldod meg azt, hogy a paradicsomod nőjön meg normálisan, és nem mellette a paraj. Gondolom, hogy nem egy szakmai beszélgetés. Jó, persze, csak most kijelentem, hogy a magyar felsőoktatás, jelenleg az agrár felsőoktatás az elmúlt 50 évben nem azt csinálta, amit kellett volna, az és lehet, jelenleg sem azt csinálja, amit kellene ebből
a szektorból jövök, én volt egyetemi oktató vagyok, nem véletlenül jövök innen, mert gyakorlattól elrugaszkodott kutatási területek vannak. Már a herezacskon lévő szőrt számolgatnak, igen, már régen, régen módszereket kellett volna adni arra, hogy az éghajlatváltozáshoz, a felmelegedéshez, vagy ehhez a brutális csapadékhiányhoz, de a csapadékhiány azért van, mert felelőtlen erdőgazdálkodás van Magyarországon, és a folyószabályozás. Meg időjárásszabályozás. A Széchenyi utca az biztos megszűnik mindenhol, hogyha én egyszer erről tehetek, vagy örökölök kormányzó leszek. Biztos, hogy ezeknek a nevét is elfelejtjük, a tiszta szabályozás, mert ha bár Szolnokon vagyunk, és lehet, hogy itt majd azért megköveznek, de itt nem biztos, hogy városnak kellene eredetileg ugye lenni, legalábbis nem biztos, hogy ekkorának, mert a Duna-Tisza köze maradéktalan szétverése az a visszafordítatása. Azért ne vitassuk az elődeink érdemeit egyébként. De még az előzőtől befejezném, hogy a mi közösségeinkben pedig kizárólag cserekereskedelem. Igen, ezt a pontot kérdezi, hogy de akkor hogy működik? Nálunk cserekereskedelem zajlik 20 kilométerenként belül, és megmondom, hogy miért. Tehát tanyát vásárolunk, gazdálkodunk, de egyikünk sincsen rászorulva arra, hogy a civil életbe ebből éljen meg, vagy ebből profitot kovácsoljon. Ez kettő ok miatt lehet. Az egyik ok, hogy van egy vállalkozása, mondjuk jogász, és jogászként tanyám van, de mellette gazdálkodik, tehenet fejt, trágyázza a disznókat, legelteti a birkáját, vagy fogorvos, és mondjuk fogorvosként a férjével szántóföldeken. Ugye, most amit mondasz, hogy jogász, fogorvos, termelnek. Ő tényleg valós? Persze, hogy valós. Igen. Van régész történészünk, orvosunk van, tehát nagyon sok minden van. Vannak azok, akik és mi is ebbe tartozunk, a saját vállalkozásukból egyébként úgymond az anyagi létük biztosítva van az, hogy tudok venni holnap egy új ilyen szemüveget, biztosítva van az, hogy meg tudok tankolni, és el tudok jönni ide erre a podcastra. A másik réteg... Hát nem cserélsz egy libát egy tankolásért. Megpróbáltam, és nem működik. A másik réteg, aki nálunk van, pedig annyira a szükségletei szintjén képes élni, mondjuk egy erdő közepén egy jurtába. Persze itt ugye, hogy ott a gyerekeit hogy neveli, ez számtalan másik kérdést vetve jól, csak hogy jogilag hogy neveli, én erre gondoltam, tehát ez több szempontból nehéz eset. Annyira leegyszerűsíti az életét, hogy tényleg mindenféle közmű és minden nélkül boldogan él, és azért termel. Mert mennyit ér az a vaj, amit én kimegyek, megfejem a tehenemet minden reggel, kézzel szétválasztom a tejet, köpülöm, és akkor abból szépen gyúrok egy kis vajat, és akkor ebből a vajból mennyit ér mondjuk egy, legyen egy kilós darab, hogy lehessen számolni, mert én ezt a vajat nem fogom tudni odaadni olyan pénzért, amiből mondjuk tudok venni utána mondjuk füstölt kolbászt, vagy mondjuk tésztát, vagy ilyeneket. Jó, de akkor most azt hogy csináljátok a cserekereskedésnél, hogy az egy kiló vajad, meg az egy kiló kenyerem, az hogy van partiban? A cserekereskedés, ami nagyon fontos, mindig is a kölcsönös nagy lelkűség mozgatja ezeket a cseréket. És számtalan projekt van, ami működik. Van olyan kis közösségünk, akiknél úgy működik, hogy kockás füzet a cseralap, és akkor odaírják, és van, akik számolják a termék előállítására szánt időt, és ilyeneket. De én azt gondolom, hogyha nekem az a kocka vaj megéri mondjuk a te 20 tojásodat, ami ugyanolyan gondos gazda módjára van elkészítve. Például van egy gazdánk, a Kemencei Laci, akinek ilyen mobil óljai vannak, és akkor ezzel megy, és ő ilyen mobil ólakkal legelteti a csirkét, és ő csirke termékeket állít elő, például mondjuk virslit. És akkor nyilván én vele szívesen cserélek vajat erre a virslire, mert természetesen az ismerettség és az egy közösségbe tartozás szavatolja mindannyiunk számára azt, hogy nem ipari takarmányon előállított, sőt, nem is ipari körülmények között tartott állatnak a terméke az, ami az asztalra kerül. Akkor ezt tulajdonképpen el lehet úgy képzelni, hogy ha az első millióm, ugye szokták mondani a nagy tőkések, tehát hogyha azt meg tudtam csinálni, mert az pénzbe kerül, hogy te is ugye városból mentél, hogy vegyek egy tanyát, gondolom kell mellé azért egy bizonyos földterület, ha ez megvan, akkor onnantól kezdve ezen az elven akár pénz nélkül is el tudom képzelni az életem? Nem. Attól függ. Mert a pénz, tehát soha nem azt mondjuk, hogy pénz nélküli lét, és mindig... Bocsánat, most nem a szemüvegről beszélek, mert azt mondtuk, hogy a jogász, jogászkodik, abból megvan az a pénz, ami az ezen kívül életéhez kell, de ehhez a közösségi léthez, az önfenntartó léthez,
tulajdonképpen akár nem is kellene. Most jó üzemanyag kell, mert ki kell vinni, vagy nem tudtál. Attól függ, az ember az igényeit mennyire tudja a szükségletei szintjére redukálni. Az igényből, hogy szükséglet legyen, idő kell, és ez egyedileg eltérő. Mert aki egy egyszerűbb körülmények között élt, és abból ad vissza, az nem fog ott tartani, mint hogyha valaki ugyanennyit visszaad egy bonyolultabb, mondjuk fővárosi életből a közösségünkbe érkezve. Mindenféle ember van a közösségünkben. Na, bennünk egy valami közös, az élelmiszer önellátás útján haladás, és a cserekereskedelemmel való termékcsere, ami összeköt minket. Semmi más közös nincs bennünk, ezek nem baráti társaságok, vannak szimpatikusak, és nem szimpatikusak. Lehet, hogy van, akivel lehetne vitatkozni, hogy zöld színű, kék vagy narancssárga, de teljesen fölösleges, mert sokkal egyszerűbb mondjuk az ő lisztjéért cserébe én tudok adni vajat. És akkor a lisztje nyilván számomra többet ér, mint mondjuk ezek a kérdések. Hogyha ügyvédek és orvosok, ez egy úrikuncucska, ezt én sznobizmusnak hívom, amikor valaki valamiből megkeresi a pénzét, és akkor úgy teltem, hogy kimegyek. És akkor majd hallottam ilyet, én minden tiszteltem és becsülöm az ilyen embereket egyébként, mert van, aki öltönyben, egy bankár, és reggel meg este jószágot etet, és fej megcsinálja, semmi. De azokat az embereket, egy országot, egy közösséget nem lehet így élelmezni, hogy mindenki ezt csinálja. Tehát a társadalmi munkamegosztásnak működnie kell, hogy a régebben működött is. Voltak makón, jásságban hagymáztak, mit tudom, hogy Lajos Mizsén epreznek az emberek. Tehát vannak ilyen éghajlat, meg földrajzi adottságoknak megfelelő gazdasági élelmiszer előtt a övezetek. A jószágtartás, meg az ilyesmi, ezek tehát nagyon keményen dolgoztak azért, és az elf, hogy egy hektár kell egy marha egy éves takarmányozásához, ha azt kézzel csinálod, akkor is, ha géppel, akkor is egyébként. Mert azon terem annyi fű vagy gabona, ami annak az élelmezéséhez. Ezt itt Szeglét határában is? Ott nem. Ott erdők vannak, igen, nyilván. Mert ott még egyébként 5 hektár is kevés, mert ugye homok. Mert homok, így van. Ott erdőt kell ültetni. Tehát ez, hogy egyetért, tehát minden ország résznek megvan. Csak van egy nagyon fontos körülmény, amit egyébként a múltik befolyásolnak, és akárhányan lesztek ebben a, bocsánat, azt mondom, hogy szekta, hogyha az időjárás befolyásolja neked valaki, Kínában vagy USA-ban, és lenyomják a gombot, hogy most nincs eső Magyarországon 2 hónapig, akkor mit csinálsz? Tehát akkor mivel eteted meg a tehenedet, amiből majd a tej lesz és a vaj? Tehát azért mondom, hogy egy országnak a élelmezése érdekérvényesebb, tehát amikor szinteket lépünk fölfelé, nagyon fontos, most egy gazdasági közösségben él egy ország. Ha ez az életmód, és az oktatásod is mondtad, ez ennyire fontos, és az emberi egészség szempontjából fontos, én elvárom azt az emberektől, tehát az okos emberektől, meg a politikusoktól, hogy igenis óvjanak minket olyan szempontból, hogy ne engedjék rá az élelmiszer piacunkra ezeket a szemetet, hanem azokat támogassa valóban, aki egyébként 20 kilométeren belül. És erre tudsz hatással lenni? Mert hogyha igen, akkor... Mondok egy módszert, és ezt ki akartam provokálni ezt a kérdéseket, ezt elárulom szívesen, és Kuli már mosolyog, mert tudja a módszeremet. Fogyasztási bojkott. Pénteken 16 órától, vasárnap 16 óráig senki ne tankoljon, ne vegyen föl pénzt, ne bankkártyázzon, ne menjen a multiba, azért, hogy akkora áfalukat üssünk az államnak, és mindenki hozom egy, szedje le a paradicsomát, nyásoljon egyet, beszélgessen, ne kapcsolja fel a lámpát, ne kapcsolja be a tévét, és a globális kereskedelemnek adjunk már egy pofont azzal, hogy igenis lehet otthon a helyben fűnyírás helyett mondjuk paradicsomot, paprikát előállítani, vagy néhány baromfit felnevelni. Tehát, hogyha az emberek rájönnének arra, hogy a fogyasztási mohóságukra épít a fogyasztási társadalom butítása, és ezért betegítik meg őket a legvégén, hanem azt mondjuk, hogy gyerekek, hát elő lehet egy csomó mindent állítani ember erővel. De hogyha a pénznek az értékét nem állítjuk vissza, hogy az emberi munkával előállított értéknek valóban értéke van, és állandóan csak fogyasztunk mindent, akkor ide jutunk, hogy gyakorlatilag csak legyintünk. Tehát ezzel a fogyasztási bojkottal, 48 órás fogyasztási bojkottal próbáljátok elérni. Kereskedelembe, hogyha bemegyünk bármelyik egységbe, vagy lejön most az élelmiszerbord, de ruhabord, bármit mondhatunk ott, az én szemüvegemen keresztül nézve édesanyák és édesapák dolgoznak. Ők azok, akik ott azért töltik el az idejüket, azért adják el az idejüket. Azt hiszik, lehet, hogy a szaktudásokat adják el, de az én olvasatomban az életüknek a nem véges idejét, hogy otthon a gyermeküknek élelmiszert tudjanak tenni az asztalra, most direkt fogalmaztam élelmiszernek, és tudjanak enni, és legyen mit reggizni, és fel tudják nevelni a gyerekeiket úgy, hogy nélkülözi őt a családja. Úgy van kitálva a rendszer, hogy hétfőtől péntekig iskolában vannak, és munkahelyen, és minden,
De ugye ez a kereskedelemre nem igaz. Próbáltuk megcsinálni ezt, és próbáltuk elérni azt, hogy ne vásárolj vasárnap. Miért ne vásárolj vasárnap? Azért ne vásárolj vasárnap, hogy ezek az édesanyák és édesapák hetente egy napot alkalmazotti létből hazamehessenek, és a családjukkal legyenek. Aztán jött egy kormány, aki azt mondta, hogy gyerekek, akkor vasárnap be kell zárni. És ez egy olyan nagyon pici kis szolidaritás, hogy nem vásárolok vasárnap, hogy kibírom, hogy ezt sem tudtuk betartani, csak az, hogy vásárolj 6 napot, de a 7-en ne vásárolj, hogy nyilván ezeket az intézkedéseket el is kellett törölni, és vasárnap is tudsz vásárolni. Ezt a kicsit nem tudtuk meglépni, csak azt, hogy vasárnap ne vásárolj. Akkor én azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni ezt a nagyobbat meglépni, mert ez egy nagyobb, amit te mondasz, és úgy gondolom, hogy nem tudok hatással lenni minden emberre. Van, akire hatással tudok lenni, 28 ezer valahány százan vannak most a csatornán, akik rendszeresen néznek, és azt gondolom, hogy a nagy része azért néz, és az iratkozik fel, mert szimpatizál ezekkel a gondolatokkal. De ha nekem ide ki kellene állni, itt most én direkt nézem, még senki nem állt meg könyvet venni, amióta itt ülünk. Pedig itt könyveket árulnak, a könyv az egy nagyon értékes dolog. És hogyha én ide kiállnék, és itt az embereknek csak a genetikailag módosításról kellene beszéljek, ami a szakmám és amiről nyugodtan beszélhetek, vagy beszélni kellene az időjárás módosító berendezésekről, amit Szolnokon is használnak, és az egyik Pest megyei központja Cegléd, és én mondtam is, hogy el kell takarítani a városból azt a céget, akkor is, hogyha esetleg az agrárkamara szárnyai alatt megy, mert ez tudatos rombolás, és erről csak itt szerinted egy óra alatt megállítanék minden embert, te is értem, mert szerintem nagyjából ebbe hasonlóan gondolkodunk, akkor hány nyitott fület találnánk itt ezen a utcán. Hát nem sokat, mert nem állnának meg. Igen. Tehát nem lenne persze, fül. Persze, mert mi úgymond, ha kiállunk ide, úgymond senkik vagyunk ebben a témában, de amikor a közösség vezetőket választ időről időre, akkor igenis el kell menni azokra a fórumokra, föl kell tenni a kérdést, hogy tudsz erre válaszolni, ha ez hogyan, te, mint a közösség választott vezető, hogyan képviseled. Lehet, tehát vannak 4-5 évente olyan események, amikor erre lehet hatást gyakorolni. Cegléd egy közel 40 ezres város, egy-egy képviselői fogadóráin szoktak lenni 3-an. Figyeljetek ide, kicsit lépjünk vissza, jó, mert már most ilyen álmodozó világon vagyunk. Próbálom. Majd ez az álmodozáshoz lesz majd egy kérdésem, de te jössz. Azt gondolom, hogy egy dologról ne feledkezzünk el, így kicsit szó volt már róla, a falusi és a városi környezet a 21. századon arányaiban jócskán módosult. Na most nagyon jó dolog az önellátó közösségek világa, amihez megbeszéltük, hogy kell egy tanya, egy telek, meg egy földterület. De a panelban ez nem biztos, hogy rendelkezésre áll. Itt ugye nyilván a városban ezekről a dolgokról nagyon-nagyon álmodozva tudnánk csak beszélni, erre esetleg ott vannak a közösségi kertek, mint olyan mozgalom, ami egyrészt a fenntarthatóság világát is támogatja, másrészt meg a, mit tudom én, Aranyi utca 8-nak paradicsom vagy paprika termését. Az egy lakótelep Szolnokon. Mondjuk 20 dekát per háztartásonként, ugye mondjuk rendelkezésre áll. Ez sem kis dolog véleményem szerint, hogy egy ilyen ott nevelő hatása biztos, hogy van, tehát és az sem együttműködés elindul. A másik történet, amit mondtatok, hogy jogászok, fogorvosok, stb. Tehát valahol a középosztály ágazatát írjuk most itt körbe, akinek van lehetősége erre ráállni, és akkor ilyen típusú termeléshez az eszközrendszert, meg a kereteket megvásárolni, mert azért ebbe kell egy kicsit befektetni. Ha nem is nagyot, csak egy kicsit. Akkor szabad ne felejtsd, azt tudtátok, hogy a Nemzeti Föld Alapból egy szociálisan rászoruló személy 1 hektárt kikérhet az államtól Magyarországon? Ásotthalmon. Nem csak ott, egész országban. Tehát, hogyha csak az a baj, hogy ezek az emberek, akik valóban rá van szorulva, sem tudással, sem olyan ismerettel nem rendelkezik, hogy ezt megtudja, és ez egyébként minden magyar ember, hogyha szociálisan rászorulna, és lehet, hogy abbafelé tart a úgymond a fejlődés, vagy előbb-utóbb mindenki rászorul, kérhetne 1 hektár földet az államtól azért, hogy élelmiszert termeljen ehhez a hasonló módot, amit az előbb beszélt. Na most itt igaz, 3 dolog felmerül, akkor én szeretnék neked adni egy vemhes anyadisznót, hogyha ez igaz. Ezt komolyan mondom, ha ez igaz, hogy így van, én ezt nem tudtam. 16-ban még így volt, utána fogok nézni jogilag, és jó, akkor más a telefonszal csinálni. Itt 3 dolog felmerült. A város-falu kérdés, anyagiak kérdése és a szaktudás kérdés.
Van erre megoldás? Hát persze, úgyis azt válaszolok, amit akarok. Tehát amit mondta, ide kapaszkodnék bele, hogy van hozzá lehetősége. A lehetőség az nem más, mint ugye, amit egy felkészültség révén el lehet írni. És én inkább azt mondom, hogy van hozzá bátorsága, mert itt említettél egy lakótelepet, nem tudom, ott mennyibe kerül egy lakás. De most megmondom neked, hogy egy ilyen lakótelepi lakásért még talán, tavaly előtt azt mondtam volna, egy medencés tanyát lehet kapni Csemőn, ma már medencéset nem, de egy beköltözhető tanyát lehet kapni. De mit ér az a tanya, ha a panelból valaki nulla tudás nélkül oda megy? Mit ér az a tanya, hogyha valaki mondjuk olyan életet él, hogy elvégzi az ártoskát, elmegy gazdának, aztán estére érettségizik, elvégzi a mezőgazdasági technikust, elmegy Agrártudományi Egyetemre, a BA-t, MA-t, mindent elvégez, és úgy megy tanyára, ugyanúgy annyi a tudása, mint egy panelból oda ment valakinek, mert ezeken az iskolákban, ezeken az egyetemeken nem tanítanak semmit, ami gyakorlatszagú, és ami ahhoz szükséges, hogy ő el tudjon vezetni egy otthoni gazdaságot. A tudás az, amire én inkább kielezném, a tudás megszerzésének a lehetőség, illetve hogy honnan szerezem meg az interneten, számtalan olyan téves tudás lehető fel, ami a mi 15 éves gyakorlati tapasztalatunk alapján. Azt mondom, hogy szépen be van csomagolva, jó marketingje van, de kuka, mert valójában nem használható tudás, legyen az kertészet, állattartás vagy élelmiszerfeldolgozás. Tehát az, hogy falu, város vagy tanya, én azt gondolom, hogy állatot tartani ma a tanyasi térségbe a legkönnyebb. A falun urbanizált emberek vannak, és az urbanizált embereket zavarja a szomszédba tartott sertés, vagy esetleg a kukorékoló kakas. Városba szinte lehetetlen. Lehet ilyen balkonkertészeteket létrehozni, de a balkonkertészetek az tökéletes a felismerés útjának a jele, hogy ő elkezd valamit, és teljesen jó, hogy egy-két paradicsomot megtermel. De mi nem hobbikertekről beszélünk, mi élelmiszerűen ellátó gazdaságokról beszélünk. Ha ebbe valaki bele akar vágni, akkor körülbelül tudnia kell azt, hogy a négy tagú családja főz ugye heti hétszer, mert az alap, mert ha heti hétszer nem főzöl, akkor mit eszel? Akkor honnan van az étel? Pizzát rendelsz? Vagy megveszed máshonnan? Akkor az a mi közösségünkből előbb-utóbb kiesel. Tehát otthon vagytok, főztök, és termeltek, és megpróbáltok minél inkább a saját termékekre és a közösségi termékekre csatlakozni. Mennyi krumplit eszik meg a te családod egy év alatt? Mennyi paradicsomot? Az hány tő paradicsom mondjuk egy valipin is termesztési technikába? Vagy az a burgonya, ahhoz mennyi gyapjúval takart magaságyás kell, hogy azt meg tud termelni? És akkor az még csak a te családodé? Akkor kérdés az, hogy akarsz-e ettől többet termelni? Mert ha igen, akkor tudunk leülni és beszélni arról, hogy van-e helyed a közösségbe, hogy az általad megtermelt töbletet cserére váltva mit fogsz érte kapni? Lekvárt, házi kecsapot, marhacombot, vagy éppenséggel mi az, amire neked szükséged van? Ugye arról beszélgettünk a műsor elején, ugye úgy vezettem fel, hogy van a fejlődés, van a visszafejlődés. Az, hogy visszafejlődés, ez alapból egy negatív dolog is lehetne, de ugye most már azért kivilágosodott mindenkinek, hogy ez a visszafejlődés, ez tulajdonképpen az őseinkhez, vagy a múltba való visszalépést, és egy pozitív irányú visszalépést jelent. Azt is beszéltük, hogy amifelé egyébként haladunk, az valószínűleg egy zsákutca, tehát nem feltétlenül az a jó út. A kérdés most jön. A véleményed szerint mekkora az a réteg, akit át kellene fordítani a mostani fejlődésből a általunk használt visszafejlődés útjára? Van ebben, mint hogy azt mondjuk, hogy a társadalomnak minimum a fele, vagy 30%-a, ami jó lenne, ha visszalépne, ez ugye az idea, és minek van realitása? Nem lehet ezt tudatosan csinálni és megmondani, hogy most azt kell. Ez pont úgy tanítani. Én tanítottam, az egyetemen kezdtem, és aztán minden fokon, általános iskolától középiskolán át mindenhol, és a végén azért léptem ki, mert rájöttem arra, hogy tanítani nem lehet. Aki azt mondja, hogy tanít, én szerintem ő nincsen. De nem azt mondom, hogy ki tanítasz meg, de tehát mit tartasz ideálisnak? Értem, aha. Ugyanez, mert én a tanítás helyett azt mondom, hogy motivációs környezetet lehet biztosítani. Ideálisnak azt tartom, akinek egy ilyen adott motivációs környezetbe megdobban a szíve, felismeri a szívébe írt vágyat, és azt mondja, hogy megyek, és el fogom kezdeni ezt az életet amellett, hogy mondjuk a közgazdász vagyok egy nagy cégnél,
alkalmazottként elmegyek napi, vagy ilyen félállásba csak, feléből csinálom, a többiből élelmiszer termelek, mert ez a közösséghez akarok tartozni. Ilyen emberek vannak, akik közénk jönnek, és akkor ezeket az embereket nem kell megfordítani, mert ők önmaguktól megfordulnak, önmaguktól választják ezt. De nyilván mondom, tehát ez a társadalomnak mindig is kis része lesz, mert mindig is kevesebben voltunk, talán azért bélyegeznek minket másképp gondolkodónak. Ha van olyan, hogy másképp gondolkodás. Ebben a műsorban beszélgettünk már hasonló módon arról, hogy milyen jövő vár ránk, abból ki lehet-e jönni, vagy éppen nem, milyen utak vannak, és többé-kevésbé abban akkor egyetértettünk, hogy magától vélelmezem, és aztán kérdezlek is, magától az ember, persze mondjuk, beszélünk róla, ti tanítjátok, van egy közösség, de nagyon nehezen fog rájönni, hogy baj van. Ez legyen fenntarthatóság, legyen környezetvédelem, legyen bármi, hogy zsákutcában vagyunk. Megyünk, majd ha oda jutottunk, majd rájövök, vagy fel se fogja. Tehát igen, mikor fog rájönni az ember? Amikor már tényleg baj van? Amikor, igen, mikor? Nagy többsége az onkológián. Vagy már ott sem. Vagy már ott sem. Na jó, de azért idáig ne jussunk el, meg egyébként nem, mert hogyha valakinek a családjában eljut az onkológiára, vagy fiatalon meghal, vagy nem, sőt, még azt is mondják neki, hogy már a hozzátartozónak, hogy bizony ez az egészségtelen életmód. Vajon az emberek hány százaléka, aki dohányzott addig, de tüdőrákban halt meg az anyja, apja, leteszi a cigarettát, akinek azt mondják, hogy olyan koszorú ered van, hogy valami akár neked, akár a hozzátartozónak, másnap majd másként kezd el sportolni kezd, vagy majd más életmódot kezd el, nagyon kevés. Tehát én ennél sokkal veszélyesebb, vagy még mélyebb, vagy még nagyobb pofont gondolnék. Nem? Meglátjuk, hogy mi lesz a talán a nagyszüleid generációját említetted itt példának, akik szívták a talpas cigarettát, és 90 éves korukban éltek, és pálinkát ittak, és szalonnát. Én ilyen családból jövök, hogy a nagyszüleimet is láttam, velük kezdtem a kapálást kisgyerekként, a szüleim is így éltek, de én azt gondolom, hogy Magyarország vidéki lakossága, tehát a 1000 főstől a 4-5000 fős községig így van berendezve összes település. Tehát bocsánat, a mai település szerkezetén ilyen is mivel is foglalkoztam, kiszolgálta azt, az én szüleim, öcsémmel engem egy 1100 négyzetméteres Jászkíséri udvarban neveltek fel, hogy mindenünk volt, és ehhez volt apámnak 3,5 hektár földje, amit megművelt. Úgyhogy nem volt a gépei, hanem bérben és kézzel meg a család megműveltük, így neveltek föl a nagyszüleink. Egyik nagyszülőm 3 gyermeket, a másik 5 gyermeket nevelt föl, tanyán egyébként az egyik. Itt volt a úgynevezett a két telkes szerkezetű jársági település, az azt jelentette, hogy a faluban tartották a jószágokat, kint volt egy zárt kert, ahol meg a zöldséges és a gyümölcsös kertet művelték és gyalogjártak ki, a falu alatt volt, és nagyon sok jársági település így van berendezve. De a tanyás elrendezés mondjuk Cegléd környékén, nálunk a járságban is 480 tanya volt a település körül, tehát megéltek az emberek, és ma is 3-4 hektárból most is meg tud élni egy család. Igen ám, de miből fizetett ki a villanyszámlát és a gyermeket tanulását és a szülők? Ezért kényszerülnek el a gyárba. Persze, és itt van a hatalom és az államnak a felelőssége, hogy meg kell adni azt az alternatív életmód lehetőséget, ahogy Svájcban ez megvan egyébként, mert a svájci kis gazdaságok nagyon erősek egyébként, és ugyanúgy egyetemre látja a gyerek, és Porsche-vel megy haza, és azt a 30-40 tehenet 3-4 hektáron tartja a svájci gazda, nem pedig 40-50 hektáron. De ez azért van, mert a kistermelőknek nincsen egy zászlóvivője, vagy nincsen ma érdekérvényesítő lehetőség. Igen, mert nem érdeke az államnak, hogy egészséges generációk legyenek. Én itt kimerem ezt mondani, tehát ez, mert beengedem azt a szennyet, és azt a fajta globalista... Kénytelen beengedni. Nem kénytelen. Hogyha most én ülnék a miniszterelnöki székbe, és meghoznám azokat az intézkedéseket, amiket magam jónak tartanék, az első az lenne elnézést, hogy visszatiszált az eredeti medrébe, már csak ez az egy intézkedés megtöltené a Kossuth teret, mert hogy mondjuk Szolnok nem biztos, hogy lenne. Akkor a következő ilyen intézkedés, hogyha a Tisza vízjárásában nőttem fel. Én emlékszem, hogy 1880-ban a templomnál kötötték ki a templomot, és az árvíz miatt elöntötte a fél falut egyébként. Tehát az sem volt jó. De persze, világos. De most azóta a Tiszát, itt vannak a tározóink egyébként, simán föl lehet engedni. Azok csak vízszerek.
mert a foki gazdálkodást kellene visszahozni. De ez is megvan, te van csatornázva az egész Alföld, ne haragudj. Tehát az a, azt a vásárhelyi tervet hagyd védjen már meg. A magyar víz... A vásárhelyi tervet fogod védeni velem egy asztalnál. Jó, hogy én kifejezetten becsülöm a magyar vízügyi szakembereket, mint jársági parasz gyerek egyébként. Itt a Lovas Attila urat, aki a Göti vízi igazgatója, nagyon is képben vannak a vízjárásokkal és a vízgazdálkodással. Akik még mindig azért dolgoznak nap, mint nap, hogy minél gyorsabban vezessük le a vizet az országból. Nem. Pontosan az ellenkezője. Ha valaki pénzt ad nekik, ők visszatartják a vizet. Hidd el. Szerintem azon kéne gondolkodnunk, hogy mert szerintem a Skuli kérdésében az volt, igen. Hogy ez a történet, hogy önellátás, mint olyan, a 21. század második évtizedében mennyire fér bele az amúgy agrár jellegű Alföld társadalmában, a budapesti agglomeráció szélén. Számít, hogy 30% vagy 20%? Szerintem nem számít, mert alapvetően akkor, ha ezeket a százalékokat néznénk ebbe a történetbe, ugyanabban a hibába esnénk, amiket itt az elmúlt 50 percben kritizáltunk, hogy GDP, mennyiség, növekedés, stb. Nem ez a feltétlen lényege ebbe a történetben, mert alapvetően aki kényelmes, aki mondjuk családilag nem lát ebben kapcsolódási lehetőséget, fél, nem tud, nem látja a tudásnak a csatornáját, hogy hogy lehet ezzel elbírni, neki ő nem fogja a százalékokat gyarapítani ebben a területben sem. Abban de ez nem is feltétlenül baj, mert mindig is szükségünk nem lesz, baj, pontosan. Kínai népviseletre, vagy szükségünk lesz bögrére, mondjuk nem letört fülire, vagy ilyenekre, ugye? Szükség van, és szükség van arra, hogy ezt ő valaki előállítsa, és nem biztos, hogy ezt a gazda fogja előállítani, és nyilván nagyon fontos az, hogy a kistermelőkre nagyobb hangsúlyt fektessünk, és becsületes kistermelők legyenek, de én soha nem erről beszéltem, én nem a kistermelőket fogom össze, én azt mondtam, hogy gyerekek, én erre nem látom azt, és én most sem látom, hogy 20 éven belül erre bármelyik kormány vagy állam megoldást tud találni, hogy normális élelmiszer elérhető legyen mindenki számára, ami egyébként egyáltalán nem luxus a tiszta élelmiszer alapnak ellen. Ott, jog lenne, én erre tudok egy megoldást, legyen az a megoldás, hogy én fölállok most az egyetemi katedráról, minden társadalmi megbecsültség nem érdekel, az a pénz se érdekel, amit eddig a család összerakott. Egy párt is kaptam hozzá az Istentől, kísérleti régészet is leköltözik vaskori körülmények közé, akkor legyek én kísérleti agrármérnök, és menjünk egy 45 négyzetméteres tanyába, termeljük meg magunknak az élelmiszert. Ez pontosan így kezdődött 15 évvel ezelőtt, jól mondom? Igen, 2010-ben, 14. És ebből ma egy... Mondhatnám, hogy országos, de egy kontinenseken átívelő mozgalom fejlődött ki azért, mert én nem látom azt az utat, hogy tudnánk a kistermelők termékeit tisztává tenni, és hogy tudnánk ezt eljuttatni mindenkinek. És mivel nem látom, és nekem a gyerekemnek most kell lenni adni, ezért gyerünk, akkor termeljük meg magunknak. Ez igen. Az a vonal, amit mi képviselünk. Szükség van arra, amit mondasz. Csak mi nem ugyanarról beszélünk, ez egy gyorsabb, ám de nem biztos, hogy könnyebb megoldani. Igen, ami nagy különbség most akkor, hogy magamnak válaszoljak, bár ugye válaszoltatok a kérdésemre, hogy hány százalék, meg nem tudom micsoda, hogy tulajdonképpen ez nem kérdés. Tehát most nem feltétlen a mai pillanatnak, és nem a beszélgetésre gondolok, nem az a célja, hogy holnap után az egész ország, vagy az ország fele áttérjen egy bármilyen új gazdálkodásra, önellátásra, hanem az a célja, hogy mutassuk meg, hogy van 20 út, lehet másik 19-et is választani, ám ez a ti dolgotok, válasszátok, ha nektek ez kell, de mi elmondjuk azt, hogy mi vagyunk a 20. út, vagy a akárhanyadik, ezt is lehet, így is lehet, aki akar jöjjön, ha minél többen vagyunk, az én úgy gondolom, te úgy gondolod, az annál jobb. Az, hogy ennek van a társadalomra nézve is pozitív hatása, annak csak örülünk, de valóban itt most az a cél, hogy mi, a gyerekeink egészségesen nőjünk föl. Mi a helyzet akkor, most akkor ugrok egyet, mondjuk egy 100 évet, legyek optimista, hogy ez a mozgalom, ez nagyon szépen, egyébként szépen fejlődik, és kinövi oda magát, hogy most már egy nagyon meghatározó tényező lesz. Lehet, hogy nem mi fogunk itt beszélgetni, hanem majd a unokáink vagy a dédunokáink, és ketté válik a társadalom. Lesz egy olyan része, amelyik
így él, belátta, most én ugye abszolút optimistán, és van a másik része, amelyik meg nem, de rájön, hogy az neki nem jó, neki az kell. Nem lesz egy óriási nagy konfliktus, nem nagyon lesz egy... Nagyon szép idea, és azt gondolom, ja, hogy ez, tehát nem tudom, hogy mennyire vágjátok majd, de azt gondolom, hogy ez a társadalmi feszültség egy kipróbált dolog, amit itt láttunk az elmúlt években, a vért vagy valós járvány, és az ezzel kapcsolatos egészségügyi diktatúrával igen. kapcsolatban, ez le lett tesztelve a lakosság körébe. És én azt látom, hogy mindig is kevesebben leszünk, de esélyünk akkor van megmaradni, csak abban az egy esetben, hogyha a többségi társadalom velünk együtt tud érezni, ha látja, hogy mit csinálunk, és szimpátiát kelt az, amit mi magunk végzünk, és felvillantjuk, hogy neki is sikerülhet, és neki is van lehetősége ugyanis, és békeidőben, mert hogyha mert én nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogyha tankál a ház előtt, akkor hány tehe nem lesz, mert biztos vagyok benne, hogy egy se, mint amikor már ugye volt ez hasonló dolog. Akkor fogunk tudni megmaradni, hogyha közösen fel tudunk lépni. Azért is kell közösen fellépni, mert hogyha megnézzük a brüsszeli fősodratot, akkor azt látjuk, hogy a háztáji állattartás az úgy el van lehetetlenítve, hogy szinte már tiltott az uniós országokba jogszabályok révén. Jó, de ez egy sötét-zöld hülye vók. Na de ezt ide, látjuk most, persze. És hogyha el tudjuk azt írni, hogy minél több polgármestert is ezen dolgozom, megnyerni arra, hogy hozzon létre egy helyi értéktár bizottságot, ahova helyi értékeket teszik be, és mindenképp tegyék bele a tanyasi létet, ami egyébként már Hungarikum listán rajta van, a pásztoroló állattartást, a házi disznőlést külön és a háztáji élelmiszer feldolgozást, akkor ez a helyi értéktárból a nemzeti értéktárba továbbítva, a Hungarikum értéktárban Hungarikum lehet, és ezzel úgymond védjük magunkat. Ha ez nem történik meg ezekben a jogi lépésekben, akkor én szerintem az, hogy otthon töltünk-e kolbászt, az nem biztos, hogy mondjuk 50 év létezik, múlva is. Amit te mondtál, ez létezik. Tudom, hogy létezik. Ez létezik. Nem tudom, hogy 50 év múlva is mondjuk beszélhetünk-e házi disznőlésről, mert sajnos ma azt látjuk, hogy az uniós fősodrat szerint nem beszélhetünk, mert ők inkább a USA-ból vagy a Kínából ide hozott sertéshúst akarják etetni. És ugye ennek a narratívája pedig az, hogy az állatvédelem, és tehát emögé nagyon szépen be lehet, ugye ezek az ideológiákat be lehet mögé tenni, és aztán így lehet, meg bele is teszik, és így lehet elsorbasztani. Ki milyen jövőt lát akkor most ezt leszámítva, ezt összegezve, amiről eddig beszélgettünk? Én most az optimista énemet is felhoztam erre, azt mondtad, hogy te azért ennyire nem vagy optimista. Itt mondta Tibi, ugye akár rád nézve, hogy hát ez azért egy álomvilág. Szóval mi a realitás? Most optimisták, pessimisták vagyunk? Mik legyünk? Ki kezdjétek, rátok bízna bárhagyni. Én azt gondolom, hogy én tisztelem azt a mozgalmat, hogy indítottál, csak egy javaslatot elfogad, vagy meglátást kívülről, hogy nekem nagyon szimpatikus, amit csináltok, csak lépjetek már egy kicsit a közösségi szintet, ami azt jelenti, hogy politikai ambíciók, nem pártpolitikai ambíciókkal, hanem is igenis megtalálni azokat a közösségi csatornákat, beadványokat és figyelemfelhívásokat, hogy a társadalom figyelmét hívjátok erre föl. Azt tudtad-e például, hogy 7 európai országban, ha 7 ember, 7 magánember európai polgári kezdeményezést bead, hogy mondjuk a házi disznóvágás, vagy mi méhészek beadjuk, hogy a méznek ne lehessen hamisítani, és ezt tiltsa meg, mert emberellenes az a fajta kereskedelmi, meg élelmiszeripő folyamat, amivel mérgezik az embereket. Ezt be lehet adni, erre kell egy kampány, és akkor lehet, hogy nem 30 ezeren, hanem 300 ezeren lesznek, hogy itt volt a vért vagy valós járványnál, azért 3 millió magyar nem dőlt be ennek a dolognak, és nagyon sok ember kiköltözött ezután vidékre pont abból, mert a 10-en nem tudja beállítani magának semmit, mert a bolt be volt zárva. Meg azt mondták, hogy nem mehetsz, mert csak akkor mehetsz be, ha be vagy oltva. Tehát az emberek rájöttek, mert egy alapvető emberi jogot sértett ez az egész egyébként, és a szabadságjogát mindenki érzi, hogy szeret szabad lenni, és az igazi magyar életmód, ez a szeres település szerkezet, amikor tanyákon, kis településeken belakjuk az egész országot. Így laktunk több száz éven, de a Tiszát akkor is el kellett terelni, ezt valahogy mondjam, hogy legyen elegendő, most ne elegendő hely legyen a legelőknek, és legyen elegendő a gabonának. Ez kellett. Az én abban bízom egyébként, hogy tiéd lesz a végszó. A fejlődés, okay, vissza is csaphat. Tehát, hogy egy ciklikus ez az egész dolog. Most abban az időben vagyunk, amikor ugye nyilván a fogyasztói társadalom, a
gyors gazdasági ciklusok vannak ezáltal. Mindig újat kell vásárolni, és nyilván ehhez igazodik minden. A média, a politika, a gazdasági szereplők. De nyilván kellenek hozzá külső hatások, járvány, nem járvány, tudás, régi tudás, új tudás, szabad földterületek, tanya, tanyasi nosztalgia, egészséges akarat. Akarat, így van, családi akarat, egyéni akarat, és támogatási keret, én ezt inkább így hívnám. Mert hogyha valaki az Aranyi utca 8-ból arra gondol, hogy majd mondjuk egy ilyen tanyánál egy kicsit a turizmus irányába is elviszi ezt a történetet, ez már sokkal összetettebb dolog, mint sem, hogy ilyen önellátó termeléses gazdálkodásról beszéljünk. Szerintem most a szívedhez kapta, hogy egy tanyát turizmusnak elpazarolni? Ne idegesítsetek lehet, már. De azért én láttam ilyen 10 eladott tanyából 9 bulitanya lesz, és nem tölti be az eredeti funkcióját. Csak igen? Úgy zárjában mondom, viszont sikerült megfordítanunk, és ebben hatalmas szerepe van szerintem a fenntartató visszafejlődés YouTube csatornának, és a körülöttünk lévő tanyára költöző embereknek, és a tanyák elnéptelenedését, ugyanis ez most már egy rövid stagnás után emelkedik a tanyasi életvitelszerűen tanyán élő lakosság száma Magyarországon. Ez azért szerintem egy nagyon, nagyon pozitív stratégia, és a tudás, amiről beszéltünk, nekünk jelenleg érdekérvényesítésre annyira nincsen szükségünk, de szurkolunk a méhészeknek, hogy egy az érdekérvényesítésbe belemenve majd példával utánuk tudjunk menni, mert én úgy látom, hogy Kisjuhász Krisztián, például Kisjuhász méhészet csatornán, és küzdés és csinálja, és a közösségünk egyik tagja, és azt látom, hogy azért a méhészek összefogása sem volt eddig tökéletes, de most már egészen szépen összeáll, és mégis nem látom azt, hogy az érdekérvényesítésbe akár egy lépést is előre tudnának menni. Nem, mert máskor van neki az egyesület vezetés. Jó, ezt nem tudom, hogy mi az oka. Éppen azért mondom, hogy mi az érdekérvényesítésben fenntartható visszafejlődés közössége. Nincs szükségünk belemenni, nem is vagyunk civil szervezet, civil szerveződés vagyunk. Mi a tudás az, amit megfogunk, összegyűjtünk és megosztunk. Ez a legfontosabb szerintem. Csináltuk a Tanya Egyetemet, ami a www.tanyaegyetem.hu oldalon érhető el. Az a tudás, ami segít eligazodni az élelmiszerűenlátás rejtelmeibe, a vajtól, a disznőlésen át a csirke pucolásig. Tehát tényleg azt a tudást megmutatni. Mert én pozitív vagyok a mai napig, és én azért vagyok pozitív, mert ma még lehet tanyára költözni, ezt nem tilos. Ma még minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy eladja a harmadik emelet 4-et, és valahol az országba megvásároljon bőle egy tanyát, kialakítva egy életteret, és ebbe az élettérbe a családjával lehetséges élni. Viszont a buktató az a tudás, és azért jó, hogy ezekről a dolgokról beszélgettünk, mert vannak ám olyanok, aki azt gondolja, mondjuk Budapesten, a Havannán, a 7. emeletről jó sokat ér a lakás, hogy eladja a 7. emeleti lakást, vesz szólnok lehet, hogy drága, vesz mondjuk Nyársapát környékén egy tanyát, és akkor ott majd ő vesz egy 50 család méhet, hogy mondjuk a te szakmád, de a példázak, és akkor az 50 családból elél, meg mellette lesz még egy hektár burgonyá, úgy, hogy életében egy fűszálat nem vágott még nem le, igen. Vágott le, és belebuknak az egészbe. Persze. És nagyon sok ilyen belebukó van közöttünk. Ezért szoktam mondani, hogy ez is egy szakma, a méhészet is egy szakma, aminek a szakirodalmával ezt a termet meg lehetne tölteni. És akkor az még csak az elmélet, nem a gyakorlati rész. Senki ne gondolja azt, hogy a harmadik emelet 4-ből hónap sikeres kis termelő lesz, és majd fog tudni akár üvegnézet is előállítani. Én azt szoktam mondani, tehát a fiaimet is így próbáltam nevelni, hogy aki mezőgazdaságot akar kezdeni, vagy szeretné megismerni az igazi munkavilágát, az középiskolás kis fiatal korában mondjuk elmegy egy Eperszigetre egy szamócás vállalkozóhoz, aki szamócát termel, mert nem csak a szedni kell a szamócát, hanem oda eljutni, hogy ez megteremjen, rengeteg munka van, és hogyha valaki bemer állni egy szamócatermelőhöz, vagy egy olyan kis termelőhöz, akit most igaz, jól lehúztál, aki nem Marika néni, akinek van szüksége élő munkaerőre, tehát 10-20-30 emberre, és ott végig tud dolgozni 8-10 órát úgy, hogy becsületesen megcsinálja, és őt kifizetik, az elkezd fogalmat kap arra, hogy mennyi dologgal jár egy akár burgonya, kukorica, vagy bármi, mert egyébként ennek az életmódnak van egy nagyon verejtékes és fáradtságos, igaz, szép része, amikor az emberek ezt megtanulják a családjukon keresztül, és
azok a generációk valóban a rossz élmények miatt ezt lehet, hogy nem akarják, de amikor az onkológia felvetődik, és erről kéne többet beszélnetek, hogy ezeknek a különböző méreganyagoknak, amit úgy most modern fejlődés, meg tömegtermelés miatt alkalmazunk, hogy a génmódosítástól kezdve a különböző vegyszerkultúrák, azokat mit okoznak az emberek, és ezt sem tudják az emberek, mert szép gyümölcsöt akar venni, szép zöldséget akar venni, hogy az hogy került olyan állapotba, hogy az szép legyen, azt meg nem tudják már Ami fontos a tanításnál, vagy a tanulásnál szerintem, hogy nem csak azt kell megtanítani, hogy hogyan kell bármit csinálni, hanem ugye most volt egy ilyen fél szabad, és innen jött a gondolatom, hogy azt is meg kell tanítani, hogy ezt nem adják ingyen. Igen, ha nem adják ingyen alatt, pedig úgy értem, igen, hogy bizony ez munkával jár, aminek egyébként ott van a szépsége. Persze, hogy. Tehát ugye ezt is meg kell tanulni, és volt még egy szó, azt meg Misi, te mondtad, hogy, és majd mindjárt kimondom ezt a szót, hogy mindított bennem egy gondolatot, hogy valóban látjuk most azt a tendenciát az utóbbi időben, hogy a vidéki életnek, a falusi létnek, most így mondom, hogy egyre jobban előjön a romantikája. Tehát a városból egyre többen mennek le vidékre, csak egy hétvégére, csak egy nyaralásra, tehát minél parasztibb az épület, az a minél falusiabb, nekik az egy vonzerő, ugyancsak egy hétvégére, csak egy nyaralásra, de ennek megvan a romantikája, és hát ha ez elindul, vagy egy olyan útnak az első lépése, hogy nem csak mint nyaralás, mint hétvége, hanem mint életmód is jön, és most jön az egy szó, hogy most még nem tilos venni tanyát. Na ezt azért fejtsd ki nekem. Mi az, hogy most még nem tilos? Holnap már tilos lesz? Vagy... Igen. Na... Mielőtt még belekezd a szakértőnk. Mert a klímaváltozás miatt, a klímaőrület miatt afelé tart a világ, például Hollandiában nem lehet tehenet tartani, mert akkor hújulj a klíma, igaz, hogy a szén-dioxid növényeknek szüksége van, és akkor nem lehet majd autót használni. Tehát afelé terelik ezzel a pszichózissal egyébként a fogyasztói társadalom pszichózisával a társadalmakat, hogy, és a klímaszorongás innen adódik, amit mondtál egyébként, hogy majd nem lehet megtenni, mert új, te, mint egyszerű kis ember, te hatással vagy egyébként a bolygón azzal, hogy most beültél az autóba és kimész a telkedre, vagy ki akarsz költözni tanyára és ott akarsz gazdálkodni. Tehát ma van egy olyan káros tendencia, hogy ez a szeres, illetve tanyás gazdálkodási mód, ez káros a bolygóra, de ez csak egy propaganda, mert a valódi igazság az, hogy nem káros egyébként. Tehát ez most lehet erre beszélni, sok ember ezt azt mondja, legyen meg hülyeség, meg megint konteó hívők vagyunk. Egyébként, nem, ez esküvés gyakorlat. Ez egy gyakorlat egyébként, mert így alakítják át a tudatát adott társadalomnak, és előbb-utóbb elhiszed, hogy ez így is van. Hogy az én tehenemnek a büfögése, igen, azt teszi tönkre. Majd. Igen, de az, mert nem gondolkodik benne senki, igen, hogy a károsanyag kibolytásának a 90%-át a tengeri hajózás okozza, és azok az ipari üzemek egyébként, amik előállítják a műanyag kütyüket, meg rengeteg fölösleges tárgyainkat, és nem az élelmiszert előállító üzemek vagy gépek, az a néhány traktor, vagy az a néhány kapagép, vagy akármit tudom, hogy a kapálás nem. De ez a probléma, és lehet, hogy előjön az a időszak, amikor megtiltják az embereknek, hogy te nem hagyhatod el 50 kilométeres körzetben majd a lakóhelyedet, majd amit oda viszünk neked Kínából, vagy a Dél-Amerikából, azt kell fogyasztanod. És ekkor jön az embereknek az igénye, hogy hello, hát hagyj egyek már azt, amit akarok. Oho, már nem lehet, mert ilyen-olyan szabály. Tehát ezért kell a társadalmi felelősséget ébren tartani, és én azért teremném a politika irányába ezt a dolgot, hogy igenis olyan felelős politikusokat válaszunk, aki erre odafigyel. Így van, és de nem az hagyja. Európai Unióban jelenleg Magyarország most van az, választás, választunk olyanokat, akik kilóg ebből a sorból, mert mindenhol ezek, amiket mondasz, ez teljes joggyakorlat már. Ott az emberek, próbálj meg Spanyolországba tojótyúkot venni, mondjuk. Most csak mondtam nem egy tudom, példát. És katasztrófa, amilyen szabályozás van. Azért Magyarország jelenleg még most szembeúszik az árral, és nagyon remélem, hogy ez így is marad. No, kérem szépen, elindítottuk a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nagyon szerteágazó volt, és tényleg nagyon sok mindenről tudtunk beszélni. Mondhatnám azt, hogy a cél az, hogy minél több embert elindítsunk, ha egyetért ezzel a gondolattal, akár ezen az úton is. Én azt gondolom, hogy már az egy nagyon pozitív dolog, hogy lehet ilyenről beszélni, és a 19 járható, vagy kevésbé, vagy akár járhatatlan út mellett a 20-at is meg tudtuk mutatni. A személyed, a közösségetek igazából egy jó példa arra, hogy van másmilyen és működőképes megoldás, legyen akkor ez a
De Feri, majdnem egy pessimista, negatív gondolatot hagytál végére, de legyen akkor ez egy pozitív, optimista befejezés. Tehát, hogy van út, van megoldás, lehet választani. Hajrá! Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Én azt gondolom, hogy a nagyon fontos témáról, mert a jövő az bizony mindenkit érint. Kedves nézők, önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra. Köszönöm.